Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Február első hetében volt kereken egy éve, hogy elkezdtem a diétámat, és habár nem napra pontosan, de mondjuk azt, hogy hétre pontosan, kereken egy év alatt sikerült leadnom 30 kg-ot. Akik régóta nézik a csatornámat, tudják, hogy mindenfélével próbálkoztam. Először, hogy hozzászoktassam magam a diétához egy egyébként nagyon nehéz időszakban, ugyanis akkor volt az, hogy fekvőbeteg voltam, jött a korona és mindent bezártak, tehát itthon kellett lenni, tehát egy ilyen időszakban, hogy ne kezdjek el enni, sőt, pont az ellenkezőjét elkezdjek kevesebbet enni, először hozzászoktattam magam olyan ételekkel a diétához, amit szeretek, tehát eleinte diétás tejbegrészt ettem rengeteget, aztán diétás hamburgereket, aztán ahogy jött a jó idő, áttértem a fagyikra, amiket itthon készítettem, és hasonlókat, majd idővel eljutottam oda, hogy én is megtaláltam a helyes utat, ugye, elmentem dietetikushoz, és elkezdtem zöldségeket és salátákat enni, de egészen biztos vagyok benne, hogy ha annak idején egy évvel ezelőtt úgy kezdtem volna a diétámat, hogy rögtön beleugrok és salátákat eszek, és olyan zöldségeket, amiket korábban még csak azt sem tudtam, hogy hogy néznek ki, akkor biztosan feladtam volna pár hét múlva. De ugye ezzel a módszerrel azt értem el, hogy a gyomrom elkezdett összeszűkülni, aztán amikor már eljutottam az egészséges táplálkozáshoz, zöldséggel, salátához, addigra már amúgy sem volt olyan nagy ételigényem, tehát sikeresebben át tudtam állni az egészséges táplálkozásra. Azért eszem idézőjelbe az egészségeset, mert eszek salátát és zöldségeket, viszont továbbra sem az a fő szempontom, hogy minden rost és minden tökéletes legyen. Ugye azért a dietetikus felel, hogy mindent megetessen velem, amit muszáj, hogy bevegyek a szervezetembe. Én inkább azokat az ételeket próbálom megtalálni, amivel tudom tartani a diétát, és még inkább nem fordulok vissza az ellenkezőre, nem indul be a jó-jó effektus, hogy elkezdjek hízni. Iszonyatosan büszke vagyok rá egyébként, hogy sikerült ezt a 30 kg-ot lefogynom, és hogyha szeretném nektek a legnagyobb különbségeket elmondani a 104 kilós és a 74 kilós énem között, akkor azt mondanám, talán aki nem volt túlsúlyos, nem gondolja, hogy ezt mondanám legelsőnek, de a legnagyobb különbség az, hogy amikor felmegyek egy pár lépcsőfokot, nem kezdek el izzadni, nem kezdek el lihegni, annyira szánalmas volt. A legszánalmasabb szerintem az volt, tényleg kínomban már csak nevetni tudtam magamon, hogy amikor lehajoltam a cipőmet bekötni, egyrészt a hasamtól alig bírtam lehajolni, hogy bekössem a cipőmet, másrészt pedig annyira megfájdult a hasam az alatt a pár másodperc alatt, míg összekötöttem, tudjátok, hogy összenyomódott, úgyhogy tiszta kínszenvedés volt, úgyhogy a legnagyobb öröm egyébként az ilyen apróságokban rejlik a fogyásomban, hogy már ilyen dolgok nem okoznak gondot, hogy amikor tényleg fel kell sétálnom az első emeletre, nem kezdek el izzadni, mint aki klimaxol, vagy nem tudom én, hogy mi van vele. Aztán második nagy előnyének talán azt mondanám, hogy most már meg tudom vásárolni a normál méretű ruhákat is. Ugye emlékszek, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt volt az, amikor besétáltam egy ilyen ruházati boltba, egy ilyen sportbolt volt egész pontosan, és nem akartam semmi testhez álló csini rucit venni, csak egy téli kabátot kerestem magamnak, és emlékszem, milyen megalázónak találtam, amikor az eladó hölgy mondta, hogy ilyen méretű ruhát ők nem tartanak, egy kabátról beszélünk, mondom még egyszer, hogy próbáljam meg, ez egy pláza volt, próbáljam meg a mellettük levő C-undának a duci részlegét, mert ott talán találok magamra valamit, és emlékszem, hogy mennyire megalázottnak éreztem magamat, hogy jesszusom, idáig süllyedtem, hogy még egy nyomorék kabátot egy sportboltban sem tudnak nekem adni, olyan nagy méretű lettem. Aztán a nyilvánvaló dolgok, hogy jobban érzem magam a bőrömben, könnyebben mozgok, és több visszacsatolást kapok arról, hogy jól nézek ki. Azért ezek nagyon pozitív dolgok, de ezt gondolom ti is sejtitek. Többen kérdeztétek egyébként, hogy mi újság a bőrömmel, hogy viselte meg a hízás-fogyás folyamata. Azt tudom nektek elmondani, hogy természetesen, mint várható volt, már a hízásnál megjelentek rajtam, ezek a terhességi csíkok, a striák. Ugye azon a területen, ahol leginkább nyúltam, ugye a csípőmön, a hasamon, karom, itt az alkaromon, tehát ezeken a területeken megjelentek, és bár ha ennyi lenne az összes tökéletlenség a bőrömön, lehet, hogy nagyon zavarna engem, de mivel tudom, hogy ezeket nem lehet eltüntetni, és tudom, hogy ezek már örökre ott maradnak velem, ezért úgy döntöttem, hogy a fejemben én ezt átkapcsoltam, és számomra ez egy harcnak a jele, és azt talán túlzás mondanom, hogy büszke vagyok rájuk, mert büszke miért lenne bárki is a testi bőrhibáira, de azt tudom nektek mondani, hogy büszkén tudom őket olyan szempontból viselni,
hogy tudom, hogy milyen nagy történet áll mögöttem, hogy mennyire küzdöttem a lelkemmel, a gondolataimmal, hogy le tudjam adni ezeket a kilókat, és hogyha valakinek nem tetszik az, hogy mondjuk a combomon ott vannak azok a csíkok, én büszkén tudom vállalni, hogy igen, én egy évig keményen küzdöttem azért, hogy visszakerüljek abba a nadrágba, ahol most vagyok, és emiatt én nem szégyellem ezeket a csíkokat, és azt gondolom, hogy senkinek nem lenne szabad ezeket a csíkokat a testén egyrészt szégyelnie, és főleg mások testén megjegyezni. Úgyhogy ez természetesen az én testemen is ott van, de ezen kívül ugye klasszik narancsbőr, ami inkább abból ered, hogy képzeljétek el, ez egy ördögi körforgás. Ahogy fogy az ember, a BMI-je ugye egyre kevesebb lesz. 25-ig ugye normális, az enyém még mindig nem 25, az enyém olyan 27 körül lehet, tehát még mindig fogynom kell, de ott érzed, ahogy fogysz, ugye egyre kisebb a BMI-d, és lassan eljutsz a normális testzsúlyba. Viszont a testzsír százalék, na azzal kész vagyok, tehát hiába fogyok, a testzsír százalékom alig csökken. Jó, természetesen a 30 kilóval már az is lement, körülbelül egy 10%-ot, viszont úgy képzeljétek el, hogy ez egy ördögi körforgás. Minél kevesebb a súlyotok, ugye az is százalékban van meghatározva, tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk 80 kiló vagyok, azt hiszem 31%-ig van a nőknél, hogy a normálisba, az átlagosba tartozik, és a fölött már elhízásról beszélünk, és ez a férfiaknál kevesebb, ugye a nőknél a mell miatt több a zsír szövet, és emiatt magasabb ugye a normális érték. És na szóval az a lényeg, hogy ahogy fogytam, ugye elértem mondjuk a 80 kilót, utána már a 80 kilónak kellett a 31%-át venni, tehát hiába fogytam én le 10 kg-ot, 20 kg-ot éppen amennyit, hogyha utána annyival csökkent a megengedett testzsír százalékom is, úgyhogy már eljutottam oda, hogy tényleg annak idején a kezdetnél valami 48-49%-os volt a testzsír százalékom, de még most is ilyen 39 környékén van, ami extrém magas, mondom 31%-nál van a normális. Ezért is volt az, hogy egy múltkori videómban említettem nektek, hogy ha már le fogok fogyni 65 kg-ra, amikor már beáll a testsúlyindexem egy normális szintre, onnantól kezdve már nem azzal fogok foglalkozni, hogy hány kiló leszek, csak azzal, hogy a testzsír százalékomat végre le tudjam vinni normális értékre, és ugye elkezdjem csökkenteni a testzsír mennyiségemet, tehát amik vannak, ugye, amik ilyen plöttyhetséget okoznak a kinézeteden, tehát narancsbőr és társai, ugye azoktól a zsírszövetektől szeretnék én megszabadulni majd még. Még egy kérdés volt a részletekről, hogy elkezdett el lógni a bőröm azzal, hogy ilyen sokat fogytam. Nos, én két dolgot tettem az ügy érdekében, az egyik az, hogy elég lassan fogytam, tehát volt ideje a bőrömnek hozzászokni, úgy a hízásnál, mint a fogyásnál, ugye, hogy lassan történt, ezért aztán nem kezdett el lógni sem, és ahogy fogytam, én rendszeresen szedek kollagént, úgyhogy az segíti nekem elő, hogy a bőröm hozzá tudjon szokni, elősegítse ugye azt, hogy fogyok, és menjen ő is egy picit össze, és ne kezdjen el, tudjátok, ilyen extrém módon, akik nagyon gyorsan, nagyon nagy súlyokat fogyni, így extrém módon lógni. A mai napra egyébként azt találtam ki, hogy nézegettem a régi videóimat, és tavaly március elején volt egy olyan videó, amikor kénytelen voltam beletörődni, hogy vannak olyan ruhák, amit 40 kilóval később ugye kihíztam, és elcsomagoltam őket, hogy majd egy nap, ha eljutok oda, akkor előveszem őket, és újra hordom, de addig is a ruhatáramat inkább lecseréltem olyan ruhákra, amiket effektíve tudok hordani, tehát beszereztem nagyobb méretűeket. Na és arra gondoltam, hogy ma jött el az ideje, jön a tavasz, és egyébként is eszembe jutott, hogy milyen szívesen megnézném így egy évvel később, hogy ezek a ruhák vajon már rám jönnek-e. Úgyhogy amit megtettem a videó forgatása előtt, az, hogy lementem a pincébe, előkerestem az alapján, a videó alapján, ahol ott mutogattam nektek ruhákat, amik nem voltak jó rám, előkerestem őket, és felhoztam őket, úgyhogy itt vannak mögöttem egy kupacban, és most megnéznénk, még nem próbáltam fel őket, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az, ami rám jön 30 kilóval később, és mi az, ami nem. Már nagyon izgulok, úgyhogy gyertek, kezdjük is el. Egy évvel korábban is pontosan itt a hálószobában készült ez a videó, úgyhogy most is itt fogom forgatni ezt a részt. Az első dolog, ami nem jött rám, ez a blazer volt, amiben megkaptam a jelenlegi munkámat is. Ezt még Pesten vettem a West Endben, Marks & Spencer, vagy hogy mondják ezt? Mark & Spencer. Egyszer voltam szerintem abban a boltban. Teljesen mindegy, de nézzük, rám jön-e. Így egy évvel később azt kell mondjam, hogy szerintem tökéletesen rám jön, ennek nincsen semmilyen gombja, azért nem gombolom össze, de rám jön, higgyétek el. Úgyhogy, tadám, mindjárt messzebb megyek.
30 kilóval később az első ruhadarab rám jön. Én legelőször Svájcba, San Moritzba mentem, és ott vettük ezt a San Moritzos kapucnis pulcsit, úgyhogy kíváncsi vagyok, az most már rám jön-e, vagy még mindig nem. Egyébként S-es méret, akkor is csodálkoztam, hogy a túróba ilyen nagy egy S-es, hogy rám jön, valószínűleg ők bővebbnek tervezték, mint ahogy én elképzeltem magamon, de így elsőre szerintem rám fog jönni. Végre ez a pulcsi is rám jön, ugyan jön a jó idő, és nem lesz már rá szükségem, de akkor is ez egy nagyon nagy kincs számomra, mint említettem, emlék abból, hogy legelőször jártam Svájcban, vagyis az egyik legelső alkalommal, egész pontosan így mondanám. Ez egyébként, nem tudom milyen állat, rá fogok keresni, ha rájövök, akkor leírom a lenti leírás mezőbe. Ez Graubünden kantonnak, ahol San Moritz is van, a címere. Hogy legyen valami negatívum is, hiába emmes ez az ing, már itt elől nagyjából be is érne végig, mint látjátok, viszont a karomon nagyon feszít, szerintem amiatt is, hogy ez hosszú ujjú, ami alatta van, és én ezt mindig ing nélkül hordtam, vagyis alatta nem volt ilyen hosszú ujjú, de ettől függetlenül még érzem, hogy nagyon feszít, úgyhogy hiába, hogy emmes, és az előbbi pulcsi S-es volt, az jobban rám jött, mint ez, úgyhogy sajnos ennek még szerintem kelleni fog egy 5 kg. Aztán jöjjön két kardigán, ami már ott is rám jött, de szerintem ott elég rosszul állt nekem, most viszont remélhetőleg bár egy picit így 30 kilóval később jobban fog állni. Az egyik ez a nagyon szép kék színű kardigán lesz. Na így néz ki most rajtam a kardigán, szerintem egy fokkal azért jobb, mint egy évvel korábban. A másik pedig egy csíkos kardigán lesz, amit már ugyancsak ledobtam ide. Azt mondja, ez is egyébként egy M-es méret, és ugyanattól a gyártótól, úgyhogy kíváncsi leszek ez hogy áll rá. Vagyis rajtam. Na ez így néz ki most. Ez a blazer egy évvel korábban jó volt rám, úgyhogy remélhetőleg most azt fogjuk látni, hogy egy kicsit nagy. Felveszem. Aha, most már úgy érzem, mintha legalábbis valami férfi blézert vettem volna fel, ennyire bőrem, kicsit hátrébb megyek. Szóval ekkora. Végre valami, ami nagy rám. Aztán voltak szoknyák is, amiket elpakoltam, erre kifejezetten emlékszem, hogy mutattam a kamerába, egy 40-es H&M-es szoknya. Első körben megpróbálom a drágra felvenni. Na, lehet, hogy még így is rám jön. Ez az! 30 kilóval később a szoknya nem hogy rám jött, de még ráadásul a farmerna drágomra is rájött. Ez az egyik legjobb érzés. Yes! Na és miközben lefelé veszem a szoknyát, az egyik legizgalmasabb dolog, amire várok, az a bőrdzseki, amit már nem tudok mióta 2-3 éve hordani, ugyanis ugye kihíztam, ahogy már elkezdtem hízni, nem jött rám. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy az idei tavasszal, az idei nyáron újra rám jön-e a bőrdzsekim. Itt van valahol a kupac alján. Az utolsó darab, amit felpróbálok. Hát, ez elég ki úgy néz ki, hogy feljött. És feljött. Szóval ez a különbség egy évvel később 30 kg-mal kevesebbül. Fantasztikusan érzem magamat, azt nem említettem korábban, de végig vitaminokat, ilyen multivitaminokat is szedtem, vérvételekre is jártam, hogy minden rendben legyen. Úgyhogy aki ebbe szeretne belekötni, megnyugtatom, hogy végig egészséges is voltam. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, és aki idén kezdett bele a diétába, drukkolok nektek, hogy ne adjátok fel, tartsatok ki, keresétek vissza a régi receptjeimet, hogyha szeretnétek egy kicsit megbolondítani egy hamburgerrel, vagy egy fagyival, hogy én hogyan csináltam, és nektek is további sok sikert kívánok. Aki végignézte a videót, annak nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted. Hogyha még nem iratkoztál fel a csatornámra, akkor kérlek, hogy iratkozz fel, ha tetszett a videó, akkor pedig kérlek, hogy lájkold. Sziasztok!